Hiszek benne, hogy a világ tele van jó emberekkel, és van köztük néhány goromba seggfe is. A fentiek között az érintkezés elkerülhetetlen, és ha tetszik, ha nem, egyik a másikra befolyással lesz. A kérdés az, ki hat jobban a másikra? Feltételezem, sőt, biztosra veszem, hogyha ezt nézed, nem vagy seggfej. De bizonyára akadt már a te utadba is néhány. Csak gondolj arra, amikor mész az autóval, élvezed a napsütés, dübörög a rádióból a kedvenc számod, te meg suhansz az országúton, és kihasználod, hogy alig van egy lélek az utakon. Akár egy fél órával is hamarabb oda fogsz érni az úti célodhoz, így lesz időd meginni egy finom kávét, és lesz időd kifújni magad a hosszú út után. Már szinte érzed, ahogy a jeges kávé lecsúszik a torkodon. Elmosolyodsz a gondolaton, miközben az ujjaiddal dobolsz a kormány. A szádhoz emelsz egy vizes palackot, és kortyolni készülsz, amikor előtted, a jobb oldali utcából teljesen váratlanul kivág eléd egy autó. Egy seggfej. Kénytelen vagy satúféket nyomni, hogy elkerüld az ütközést. A víz az öletbe locsant, a táskád lecsúszik a hátsó ülésről, az összes papírod szanaszét hever az autóban. Annyira lesokkolódsz, hogy még csak rá sem dudálsz. Ő vígan elhajt, míg te ott ülsz a füstölgő gumiködjében. Egyetlen pillanat alatt szertefoszlik minden, ami addig annyira jó volt. Nem csak a gumik füstölnek, hanem a te agyad is, hiszen átvillan rajta a fájdalmas valóság. Nincs csereruhád, és amíg a papírokat összeszeded, biztosan elkésel. Csak pár pillanat az egész, mire felolcsudnál a sokból és tovább indulnál, eközben viszont megérkezik mögéd egy autó, aki előbb mögötted, majd melletted elhajtva is égtelenül dudál. A sofőr pedig félreérthetetlen jelekkel hozza tudtodra, hogy mekkora seggfej vagy. Te! Ott állsz az út közepén, és akadályozod a forgalmat. Ennyi. Könnyékkel nyomod a dudát, szabad utat adva az ujjaidnak a különböző nyomdafestéket nem tűrő gesztusok kivitelezéséhez. Úgy hajtasz, mint egy őrült. És a napodnak lőttek. A gorombaság ragályos. És nincs rá különösebb ellenszer. Nemrég olvastam arról, hogy az ember kétféleképpen tud reagálni mindenre. Az első reakció ösztönös. Úgy is hívják, üss vagy fuss. Mindig, mindenre ez az első reakciónk. Célja, hogy megvédje minket a bajtól. De már nem abban a korban élünk, amikor bármelyik bokor mögött ott lapulhat egy ragadozó. Így túlnyomó részt nem az ösztöneinkre hallgatunk. Túllépünk az első reakción, és akkor jön a logikus, megfontolt, tudatos válasz. A fenti példában, amikor elborul az agyad, az üss vagy fuss reakciód jött elő, és meg is maradt. Amit tehettél volna épp azelőtt, hogy elborult volna az agyad, hogy bekapcsolod a tudatos agyadat, és ezzel átadva neki az irányítást. És erre van egy egyszerű gyakorlat. Számolj visszafelé 10-ről 0-ra. Hogyha lehet hangosan. A számolás már eleve bekapcsolja a logikus gondolkodást, és hogyha ezt tetézed azzal, hogy visszafelé számolsz, az agyad teljes figyelme a számokon lesz. Azzal is segítesz, hogy mindezt hangosan teszed, hiszen adsz még egy ingert, a saját hangodat az agyadnak, amire figyelnie kell. És leveszed a fókuszt a haragról, az ösztönös üss vagy fuss reakcióról. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nagyon fontos, hogy mit teszel azután, hogy kimondtad a nullát. Mert ha visszatérsz arra, amin az imént szinte elborult az agyad, valószínűleg visszaesel ugyanoda. Ezért jó, hogyha felkészülsz az ilyen esetekre egy úgynevezett horgony gondolattal. Ez lehet egy emlékkép, vagy egy vízió, de nagyon fontos, hogy vizuális legyen, és kapcsolódjanak hozzá pozitív érzelmek. Ez lehet a kedvenc helyed, egy tengerpart, te lóháton, a természetben, vagy bármi más, amitől elöntenek a pozitív érzelmek. Nekem például a párom arca az, ahogy rám mosolyog. Szoktasd rá magad, hogy amikor a nullára érsz, felidézed ezt a képet, és rajta hagyod a figyelmed még egy percig. Gondolj bele, abban a pillanatban, amikor rád dudál a másik autó, te lehunyod a szemed, és
hangosan számolni kezdesz. 10, 9, stb. 0. Jön az érzelemdús kép, ami feltölt. Eltelik nagyjából egy perc, és újra a régi önmagad vagy. Újra logikusan gondolkodsz. Nagy meleg van, hát lehúzod az ablakot. A fél óra alatt, amennyi még hátra van az útból, a ruhád úgyis megszárad. A papírokat te készítetted. Pontosan tudod, mi hova jár. Legfeljebb 5 perc alatt rendbe teszed őket. Még mindig marad bő 20-25 perced. Megihatod az állított jeges kávét, és élvezheted a napsütést, még mielőtt belelendülsz a teendőidbe. És nem lőttek a napodnak. És nem vagy seggfej. Melyik változattal lennél boldogabb? Az őrült sofőr, aki bosszúra vágyik, és az egész napja rámegy, vagy az, akit egy seggfej nem tud kibillenteni, és ugyanolyan jó napja lesz, mint hogyha nem is találkoztak volna. Sikert és boldogságot!